Egy korábbi törvénymódosításhoz jelentős előnyt az autósoknak és más gépjárművezetőknek, akiknek 2023. január 1-től nem kell bírságtól tartaniuk, ha nem tudják felmutatni jogosítványukat vagy a forgalmi engedélyt az igazoltató rendőrnek. Erről beszélgetünk a mai műsorban dr. Vízkeleti Vivien ügyvéddel. Hogyan történik most az igazoltatás, és ez hogyan fog változni január 1-től? Pusztán ezzel a könnyítéssel nem lehet megúszni az okmányok helyszínen történő bevonását, hiszen már évek óta a rendőrök kezében van egy eszköz, amelyel párkattintással kivonhatnak a forgalomból mindent és mindenkit. Bár a közúti ellenőrzést végző rendőröknek eddig is mérlegelési joguk volt, ezért akár szóbeli figyelmeztetéssel is tovább engedhették azokat az autósokat, akik kérésre nem adták át a járművük forgalmi engedélyét vagy jogosítványukat. Az okmányok otthon felejtése a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, szabálysértésének minősül. Ilyesmiért most még 5000-től 50000 forintig terjedő helyszíni bírság járhat, és legfeljebb 150000 forintot fizet az érintett, hogyha szabálysértési eljárást indítanak vele szemben. A rendőrségi gyakorlat általában az, hogy aki az első pillanattól együtt működik az igazoltatás során, és nem találnak nála más problémát, azt figyelmeztetéssel tovább engedik. A polgárok személy adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatályos módosítása a jövő év elejétől teljesen új helyzetet teremt, ugyanis 2023. január 1-től nem kell majd bemutatni a fenti két okmányt az igazoltatás során, és ezért semmilyen módon nem szankcionálhatják a vezetőket, hiszen az ilyesmi többé nem minősül szabálysértésnek. Kikre vonatkozik a törvénymódosítás? Fontos rész az, hogy a változás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát, és a járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy aki magyarként külföldi rendszámú autót vezet, továbbra is köteles lesz magánál tartani, annak okmányait és ellenőrzéskor átadni. Aki külföldi állampolgárként vezet magyar rendszámú járművet, szintén jobban tesz, hogyha nem hagyja otthon a jogosítványát. A helyzet változatlan lesz külföldön, ugyanis magyar autósként továbbra is magunknál kell tartani az okmányainkat, és a Magyarországon regisztrált jármű nemzetközi kötelező biztosítási igazolását. A rendőrség hogyan ellenőrzi a gépjárművezetőket, ha nem lesz kötelező átadni az okmányukat? A rendőrök évek óta elektronikusan ellenőrzik a belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő adatokat a náluk a lévő több funkciós kézi számítógéppel. Így néhány kattintással kideríthetik, hogy érvényes-e a magyar rendszámú gépjármű műszaki vizsgája, van-e rajta kötelező biztosítás, nem körözik-e, esetleg nem vonták-e ki korábban a forgalomból. A rendőrök meg tudják nézni az igazoltatott vezető személyadatait is, illetve hogy van-e érvényes jogosítvány az adott jármű kategóriára, valamint nem tiltották-e el a vezetéstől. A változás érinte még egyéb fontos tudnivalót? A változás érdekes mellékterméke, hogy aki nem a saját vagy az általa üzemben tartott autóvolánja mögött ül, annak sem kell külön készülni az új helyzetre, ugyanis már régóta nem kötelező úgynevezett kölcsönadási szerződést kötni az autó tulajdonosával vagy üzemben tartójával. Az ilyen megállapodást azért érdemes mégis kötni, mert az autóval okozott biztosítási káreseménnyel, illetve a közlekedési szabálysértéssel kapcsolatos felelősség utólagos tisztázásához ez adhat kézzelfogható bizonyítékot. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Szívesen!